Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mivel készültünk a mai magazinban. Két megyei díjazottja is van Bonyhádnak. Elkezdődött a tanév a Petőfi Sándor evangélikus iskolában is. Elsősegélynyújtó ismereteket elevenítettek fel a pedagógusok Bonyhádon. Megnyitja kapuit a Bonyhádi tanúszoda. A régi klasszikusok mellett új szerzemények is felcsendültek Bonyhádon. Minden esztendő szeptember első napján ünnepeljük Tolna megye napját. Ez az alkalom, amikor átadják a megyei közgyűlés által adományozott díjakat. Ebben az esztendőben két Bonyhád fejlődéséért is sokat tevő polgár részesült kitüntetésben. A Beszédes József díjat Futár Rajmund, még a Bezerédi István díjat Barca Zsolt érdemelte ki. ...323 esztendei annak, hogy Tolna vármegye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Az 1699. szeptember 1-én sorra került eseményre emlékezve rendezi meg a Tolna megyei önkormányzata megyenapot, melyet idén Kölesden szerveztek. Ez az az alkalom, amikor a Tolna megyei közgyűlés a megye fejlődéséért az élet számos területén kiemelkedő munkát végzőt elismeri. Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke többek között arról szólt az ünnep kapcsán, a megye egészen is benne a helyi közösségek fejlődését hozták a mögöttünk lévő esztendők. A területfejlesztési koncepciók és a fejlesztések közelebb hozták egymáshoz a településeket és a megyei vezetés elképzeléseit. Amiért dolgoztunk, hogy ez a megye, a 109 település egy közösség legyen, az úgy néz ki, hogy most már összeállt, és emögött meg ugye a leglényegesebb az, hogy számíthatunk egymásra. Lehetnek közös céljaink, és lehetnek közös elképzeléseink a jövőre nézvést, így a top 1-be, majd a következő időszakban a top 2-be. Hát bízunk abban, hogy a nemzetközi helyzet is ehhez majd támogatólag hozzá fog járulni. Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, aki arról beszélt, a megyerendszer kihívásai nem változtak az idők során, és ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatoknak sem változtak meg a célkitűzései. A megyének a kihívásai hasonlóak, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban. És a megyei önkormányzatnak is elsősorban az a feladata, hogy az itt élő emberek, az itt meglévő önkormányzatoknak a tevékenységét koordinálja, és sokszor betöltse azt az űrt, amit esetlegesen állami hivatalok vagy a közigazgatás más szervei nem tudnak ellátni, és figyeljen oda olyan értékekre, olyan értékes emberekre, közösségekre, amelyekre esetlegesen a rohanó világban mi nem tudunk odafigyelni. És ezt a munkát az elmúlt években, sőt évtizedben is nagyon jól végezték. És örülök annak, hogy az idén is olyan díjazottakat állítottak elénk, akik méltán kapták meg az elismerő címeket. Mindannyiuknak gratulálok. A díjazottak közül nagyon sokakat ismertem, még többet nem egyébként, de minden díjazott személyénél, illetve szervezeteknél, bár azért az ember ismeri a tevékenységüket, de mégis olyan dolgokat fedez fel, amire ez eddig nem is gondolt volna. Nyilván bonyhádiként a bonyhádi díjazottaknál láttam azokat az eredményeket, amelyek, ahogy ők is elmondták, közös eredmények, hiszen egy városban élünk, mint ahogy egy megyében élünk, és mindenki a saját területen nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, és ezért is jó volt látni még egyszer ezeket a dolgokat, de a nem bonyhádi, tehát a többieknek is én nagyon-nagyon örülök. Igazán értékes közösségeink vannak ebben a megyében. Filóni Ferenci Bolya polgármester arról szólt, minden bonyhádi számára büszkeség, hogy az idén két polgárát is kiemelte a megyei közgyűlés. Mindketten az elmúlt esztendőben nagyon sokat tettek, ki a maga területén, a térség felemelkedéséért. Mindig tudunk újat és újat nyújtani a megye számára, ilyen téren is, és hogy ez, ahogy itt a köszöntőkben is elhangzott, az ilyen embereknek a sora, az hál' Istennek a megyébe nem fogy el, hanem minden évben lehet találni olyat, aki méltó
az ilyen kitüntetésekre. Én nagyon büszke vagyok rá, és ezúton is szívből gratulálok mindkettőjüknek. Mindig egy csapatban dolgozunk. Egy önkormányzat, egy városvezetés soha nem önmagában sikeres, hanem azokkal az emberekkel, az ott élő emberek közösségével tud előrelépni, így van ez nálunk is, a mi városunkban is, és mindkét kitüntetett személyre azt mondhatom el, hogy több évtizedet tudunk együtt közösen gondolkodni és együtt tenni azért, hogy a mi városunk sikeresen fejlődjön tovább. A gazdaság területén végzett kiemelkedő munkájáért vehette át a Beszédes József díjat Futár Ajmund, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Bonyhádi Ipari Park felvirágoztatásában. Én azt gondolom, hogy a város gazdaságilag első feladata, hogy egy iparparkot teremtsen, ahol a jól menő vállalkozások megtalálják számításukat és dolgukat. Én azt gondolom, hogy Bonyhádon egy jelentős önkormányzati szerepvállalás mellett jelentős magántőke és pályázati tőke bevonásával sikerült megépítenünk 8 gyártócsarnokot, majdnem 12 000 négyzetméter gyártófelülettel, és ide új vállalkozások települtek, tehát mindenki van használva. És azt gondolom, hogy ez Bonyhád városnak a gazdasági fejlődését és teherviselő képességét nagyban megnevelte. Nem elég megteremteni a lehetőséget, hogy oda települjenek vállalkozások, hanem ezeket a vállalkozásokat meg kell találni. Ezért nagyon sokat tehetnek a már ott levő gazdasági vezetők, és nagyon sokat tehet majdhogy nem elsősorban a helyi politika, illetve az országos politika. Ez így az nekem nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából szokatlan, mert mi gazdasági vezetők azért olyan sűrűn nem kapunk díjakat, de mindenképpen megtiszteltető annak ellenére, hogy én ezt szerettem csinálni, és ha már egyszer díjat is adtak hozzá, az megtiszteltetés. Az egészségügy területén végzett magas színvonalú tevékenységet jutalmazta a közgyűlés a Bezenédi István díjjal, melyet ebben az évben Barca Zsolt, a Bonyhádi Kórház igazgatója vehetett át. Én azt hiszem, hogy ha bárhol Magyarországon egy járási központ, egy járási kisvárosban, ahol van kórház, réges-rég, ugye Bonyhádon 1960 óta van kórház, velem egyidős a kórház, akkor szerintem majdnem 100% körül lenne, ha megkérdeznénk az embereket, hogy hát ők támogatják, hogy maradjon. Hát mégiscsak egy lakosság közeli ellátás. Természetesen aznak az eldöntése, hogy milyen szakmai működési struktúra legyen, ahhoz milyen erőforrások állnak rendelkezésre, mi az a elvárható finanszírozás, amit meg tudunk szerezni, mi az a HR, tehát magyarul a humán erőforrás, ami rendelkezésünkre áll, mind orvosi, mind szakdolgozói, mind aztán az infrastruktúrális vonalon, ehhez kell igazítani a struktúrát. Én úgy gondolom, hogy mi ezt megtettük, és igazából mi 10 éve lesz, vagy volt, bocsánat, a nyár elején, 10 éve így működünk, és ezt a mindenkori egészségpolitika valahogy mindig elismerte és díjazta. Úgyhogy megmaradt a bonyhádieknek és a környékbelieknek ez az ellátás, ami most már nem egy aktív fekvőtek szakellátás, de nekem a szakmai álláspontom az, és akkor is az volt 10 évvel ezelőtt, egy ilyen kisvárosi kórházban nem kell és nem szabad aktív osztályokat működtetni. Meglepődtem, amikor július 5-én kaptam a levelet a Fehérvári Tamás közgyűlési elnök úrtól. Meglepődtem, mert azért nyilván az elmúlt években nyomon követtem a Tolna megyei közgyűlés által kiadott díjakat, és hát igen, illusztrus társaságba kerültem. Ez volt az első gondolatom. A második meg, itt egy kicsit viccesen mondtam már többeknek, hogy úgy látszik, olyan szinten megöregettem, hogy már díjakat kapok. A harmadik pedig, és ezt azért hadd mondjam még el, és hangsúlyozzam ki, hogy én azért akkor is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy ezt a díjat nem csak én kaptam, hanem a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet teljes szakmai közössége. A megyenap alkalmával a közgyűlés utalmazta továbbá az év során a társadalom különböző rétegeiben a térségért kiemelkedően vagy hosszú időn át magas színvonalon dolgozókat. Közel 530 gyerek, köztük 74 első osztályos tanuló kezdte meg a tanévet a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában. A nagyobbak már rutinosan foglalták el a tantermeiket, a legkisebbek viszont még izgatottsággal, vegyes kíváncsisággal vettek részt az évnyitó ünnepségen, majd vonultak be osztálytermeikbe.
Szeptember 1-én becsengettek a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolába is. Gyerekek népesítették be az épület folyosóit és tantermeit. A legkisebbeket a tornateremben fogadták a pedagógusok, itt egy évnyitó ünnepség keretein belül köszöntötték őket, és még ajándékkal is kedveskedtek nekik. Az ünnepséget követően a diákok az osztálytermekbe vonultak, ahol megismerkedhettek tanítóikkal és osztálytársaikkal is. A kis elsősök örömmel várták már az iskola kezdést. A nevem Szőcskála, és úgy gondolom, hogy a suliban nagyon jó lesz itt. A szüleim nekem azt mondták, hogy nagyon jó lesz az iskola. Azért váltam az iskolát, mert azt mondta az anyukám meg az apukám, hogy itt majd tudok írni, meg lesz telefonom, meg tudok olvasni, majd könyveket, ami nálam a kedvencem. Ebben az osztályban 25 kisgyerek kezdi el a 2022-23-as tanévet, velük két tanító felváltva foglalkozik majd. Fontos szempont számukra, hogy a tanuláson túl a kicsik beilleszkedését is segítsék az új környezetbe. Nyilván igyekszünk egy olyan légkört, egy olyan hangulatot teremteni itt az osztályban, ahol a gyermekek belefeledkezhetnek a napi tevékenységekbe, és boldogan élhetik meg azokat a perceket, amiket a szülői fészektől távol töltenek, és ez a boldogság és ez a kellemes érzés közben pedig majd szépen lassan a tanulnivalót is úgy fogják elsajátítani, hogy észre se veszik, hogy tanulnak, hanem csak jól érzik magukat. Azt gondoljuk mi pedagógusok, hogy a család az első, de hogy ez sokszor meg is látszik például, hogy a gyerekek az önállóságukban kicsit később nyitnak a közösség felé, de ilyenkor szerencsére tudunk építeni a közösségre, szóval a gyerekek egymást is fel tudják karolni, és segítenek egymásnak. Például cukorkát adnak annak, aki sír, vagy megölelgetik, átkarolják, és segítenek neki addig, ameddig el nem felejti azt, hogy tényleg ő most kiszakadt ebből a környezetből, és egy új helyen, új gyerekek között van. És azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon összetett és jól működő rendszer, ahogy itt a pedagógusok és a gyerekek egymást segítve egy közös célért dolgoznak minden reggel és minden délután. A gyerekeknek tanítóik egy ajándékkal is kedveskedtek, ezzel is megkönnyítve számukra a beilleszkedést. Minden évben hagyomány, hogy az elsősöket ezzel a meglepetéssel várják a pedagógusok. Sultütének hívják. Ajándékokat rejtettünk el benne a gyerekeknek. Többségük szerintem még nem is sejti, hogy ajándékok vannak benne, mert hogy megkérdezték, hogy most akkor a szüleik ezt haza fogják vinni, és hát mondtam, hogy hát én nem gondolom, hogy ez jó lenne a szülőknek otthon, mert hogy van benne mindenféle olyan apróság, amit ők majd az iskolai tevékenységeik során tudnak majd használni. Lesz benne édesség, ivólé, szóval, hogy minden olyan apróság, amivel egy kis mosolyt tudunk csalni az arcukra, és pozitív élményekkel mennek majd haza nap végén. A zavartalan tanévkezdés előkészítése már augusztusban dolgoztak az iskola pedagógusai. A megelőző munkálatokról adott tájékoztatást Kovács Ferenc igazgató. Nálunk úgy kezdődött az iskola pedagógus kollégák számára, hogy augusztus elején kijön a idei tanév rendje, és elkezdjük tervezni, hogy az ütemtervünk hogy nézzen ki, azaz, hogy mi a feladatkörök, amiket év folyamán meg kell valósítanunk, mérések, bemeneti mérések, kimeneti mérések, kirándulások, stb. Ilyeneket. Miután ezeket megvalósítottuk és végigterveztük, nem megvalósítottuk, átterveztük, utána azokon kellett végig gondolkodnunk, hogy a tantárgyfelosztás stimmel-e, az órarendfelosztás, ezeket mind meg kellett még a múlt egy-két hétben valósítanunk, ezeknek az átdolgozását. Ezeken kívül értekezleteket tartottunk, rengeteget díszítettük az osztálytermeket, mert az idei évben 74 elsős kisfiú és kislány kezdi meg nálunk a tanulmányait, a kolléganőim és kollégáim rengeteget díszítettek, készültek, csomagoltak, és várták nagyon ezeket a gyerekeknek az érkezését már, mind elsőben, mint az összes többi évfolyamon. Most pedig igen, mivel sajnos esőre számítottunk, így
meg kiszámíthatatlan, várjuk is az esőt. Úgy gondoltuk, hogy rádióban egy áhítatót tartunk, és utána pedig én köszöntöttem a gyerekeket szintén rádión. Viszont a pici elsősöknek ilyenkor nálunk az iskolában hagyomány ez a tűte átadása, tehát az első-másodikosokat most ide várjuk a tornaterembe, ahol egy kis tánccal, ünnepséggel fogadjuk őket, és akkor ezzel megkönnyítve nekik az iskola beiratkozásához, vagy iskola kezdésnek a elejét, és megszépítve ezt. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában összesen közel 530 gyerek kezdte meg az idei tanévet. 200 óvónő és tanító vett részt a Bonyhádi Sportcentrum szervezésében megtartott elsősegélynyújtó tanfolyamon. Évek óta hagyomány, hogy a pedagógusok a tanév kezdete előtt felevelenítik tudásukat, hiszen sosem lehet tudni, mikor kerül sor egy olyan helyzetre, amiben azonnal cselekedni kell. Idén újabb ismeretekre tettek szert, mégpedig az anafilaxiások kezelésére szolgáló injekció beadásával kapcsolatban. Bonyhádon évek óta tradíció, hogy a sportcentrum vezetősége minden tanév kezdete előtt a pedagógusoknak egy elsősegély ismereteket felújító oktatást szervez a mentőszolgálat és a védőnök segítségével. Egy 2018-ban történt baleset adta meg az apropóját annak, hogy attól kezdve minden augusztusban tartsanak egy tanfolyamot a tanárok és az óvónők számára, ahol az alapvető életmentő gyakorlatokat elsajátíthatják. Egy éppen szünidejét töltő pedagógus az otthonából kirohanva újraélesztett egy gyermeket, sikeresen, hála Istennek, és akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi van akkor, hogyha ez éppen az iskolában történik meg. És mivel az én gyerekeim is iskolások, ezért elkezdtünk azon morfondírozni, hogy mit tudnánk mi ebben segíteni. És agyaltunk, és rájöttünk arra, hogy tanév elején szervezünk egy ilyen előadást, ahol újraélesztést, kötözéseket, légútba került idegentest eltávolítását mutatjuk be szakemberek segítségével. Annak érdekében, hogyha esetleg az iskolában, iskolaidőben történik valami hasonló baleset, akkor a pedagógusok szakszerűen tudjanak addig segítséget nyújtani, amíg a szakemberek kiérkeznek. És gyakorlatilag ez már az ötödik alkalom volt, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre magabiztosabbak a pedagógusok, és már várják ezt az előadást. Egyébként mi is részt szoktunk venni rajta, mert én azt gondolom, hogy évente egyszer fel kell elveníteni ezeket az ismereteket. És ezúton is köszönöm a Bonyhádi Mentőség és Védőnöknek a segítségét, mert ők azok, akik gyakorlatilag a szakmát adják ehhez az egészhez. Mi gyakorlatilag a szervezés részében, illetve a helyszín biztosításában veszünk részt. Az idei évben egy új témával gazdagodott az előadás, mégpedig az EpiPen elnevezésű injekció használatával kapcsolatban. Fontos, hiszen az országban több helyen volt már ebből tragédia az utóbbi időben, és gyakorlatilag ebben próbált az önkormányzat az intézmények, oktató-nevelő intézmények segítségére lenni, amikor is a júniusi testület ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy 15 ilyen injekciót vásárol, és gyakorlatilag minden intézményben, plusz a sportcsarnokban, ahol oktató-nevelő tevékenység folyik, oda gyakorlatilag egy ilyen injekció került beszerzésre, bármikor használható, ugyanúgy, ahogy itt a sportcsarnokban például a defibrillátor is. Tehát fölhívtuk a figyelmet arra ismét a pedagógusoknak, hogy ha baj van, akkor igen, kell cselekedni, el kell kezdeni tudni az elsősegélynyújtást, és addig kell gyakorlatilag szakszerűen ezt megoldani, amíg a szakemberek kijönnek. Az allergiásokat érintő anafilaxiások egy rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű allergiás reakció, kezelni csak az időben beadott adrenalin injekcióval lehet. Ennek a szakszerű beadását sajátították el a pedagógusok az elsősegélynyújtó tanfolyamon. Ezen túl minden közoktatási intézményben megtalálható lesz az életmentő eszköz. Ez egy jól hozzáférhető helyen van. Gondolom, hogy minden oktatási nevelési intézményben, nálunk az információs pultnál a defibrillátor készülék mellett van, úgyhogy erős tájékoztattuk az itt sportolókat, egyesületeket is, illetve a testnevelő tanárokat is, hogy hol találják meg ezt a, nyilván nagyon fontos, tudják, hogy hol van ez az injekció. Az eseményen 200 tanár és óvónő kapott képzést arról is, hogy hogyan ismerhetik fel az anafilaxiások tüneteit, és mit kell tenni ilyen helyzetben.
Kisebb karbantartási munkák, festés és alapos takarítás után szeptember 5-én megnyitja kapuit a Bonyhádi tanúszoda. Akkor a reggeli és az esti időpontokban az úszni vágyó vendégeket várják, napközben viszont az iskolák diákjai, illetve egyesületek veszik birtokba a létesítményt. Az árak tekintetében minimális áremelkedésre lehet számítani. A szeptember 5-i nyitást megelőző utolsó simítások zajlanak a Bonyhádi tanúszodában. Amint bezárt a termálfürdő, a Bonikom Kft. Szakmai stábja áttelepült az uszoda épületébe, hogy előkészítse a létesítményt a nyitásra. A nyári szünetben mindenre kiterjedő takarítás, tisztítófestés történt, illetve kisebb javításokat is végeztek a szakemberek a létesítmény területén. Maga a létesítmény egy jól bejáratott menetrend szerint működik, naponta 16 órát vagyunk nyitva, úgy néz ki az időbeosztásunk, hogy reggel 6-tól lehet jönni hozzánk úszni, 19:30-ig, tehát azok kedves vendégek, akik úgy gondolják, hogy a napjukat szeretnék egy reggeli úszással indítani, az részükre ez biztosított, majd 19:30-tól átadjuk a létesítményt a szervezett iskolai kereteken belül történő úszásoktatásnak, ez egészen 2-14 óráig tart, majd 14 és 18 óra között ismételten egyesületek veszik birtokba a létesítményt, ahol vagy edzést tartanak a szaktanárok, vagy pedig len ugye fizetés ellenében úszásoktatás történik. Majd a nyilvánosság 18 órától egészen 22 óráig jöhet, ahol vagy úsznak az emberek, vagy pedig a szauna szolgáltatásunkat veszik igénybe. A szauna egyébként az szokások alapján nem rögtön az úszodával egy időben nyílik meg, hanem valamikor szeptember utolsó napjaiban. Erről majd internetes honlapos felületünkön tájékoztatjuk a lakosságot. Az úszoda és a szauna használatának az árai minimálisan emelkednek majd a nyitást követően. Nem kell bemutatnom senkinek, hogy milyen helyzetben élünk, de az energiai válsággal összefüggésben ugye az energiaárak, legyen az, hogy földgáz, vagy távhő, vagy villamos áram, az árak elszabadultak, de ettől függetlenül a város vezetése velünk egyetemben olyan döntést hozott, hogy a létesítmény nyitva lesz, a bezárása jelen információk birtokában kijelentett, hogy föl sem merült. Mindentől függetlenül egy minimális áremelésre szükség volt, és ez nem az energiadíjak emelése van összefüggésben, hanem már jó ideje, nagyon régóta nem volt nálunk díjemelés, és bizony-bizony az általunk igénybe vett szolgáltatások díjai jócskán megemelkedtek, és ezt már tavaly jeleztük a fenntartónak, akivel együttesen olyan döntést hoztunk meg, hogy akkor most, szeptember 1-től mind a napi jegyek, mind a szauna, vagy mind pedig a béletek árát emelni fogjuk. A tanúszoda hétvégén is várja az úszni vágyokat, szombaton és vasárnap reggel 9 órától este 18 óráig használható a medence és a szauna is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!